Október 21. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Isten végtelen bölcsességgel választotta ki az alapkövet, s maga fektette azt le. Erős alapnak nevezi. Az egész világ ráhelyezheti terheit, bánatát, mindent elbír. Krisztus próbakő. Sohasem okoz csalódást azoknak, akik bíznak ő benne. Ő minden próbát kiállt. Elhordozta Ádám bűnének terhét, utódainak vétkét, és felettébb győztesként került ki a gonoszság erőivel vívott küzdelemből. Elhordozta a terhet, melyet a megtérő bűnösök őre elvetettek. Krisztusban enyhülést talál a vétkes szív. Ő az erős alap. Aki őre átámaszkodik, az tökéletes biztonságban nyugszik. A hívőknek Krisztus az erős alap. Ezek azok, akik a sziklára esnek és szétzúzódnak. Ők képviselik a Krisztusba vetett hitet és alárendelődést. A sziklára esni és szétzúzatni annyi, mint feladni önigazultságunkat, s egy gyermek alázatával járulni Krisztushoz. Vétkeinket megbánva úgy, hogy hiszünk megbocsátó szeretetében. Ugyancsak hit és engedelmesség által épülünk fel Krisztuson, mint fundamentumunkon. A Krisztussal, az élő kővel fenntartott kapcsolat által mindenki élő kővé válik, aki erre az alapra épít. Sokakat saját erőfeszítéseik faragnak, fényeznek, szépítenek. Mégsem lehetnek élő kövek, mert nincsenek összeköttetésben Krisztussal. E kapcsolat nélkül senki sem tartatik meg. Ha Krisztus élete nincsen bennünk, nem állhatunk meg a kísértés viharaiban. Örök biztonságunk attól függ, erős alapra építkezünk-e. Ma tömegek építenek meg nem próbált alapra. Ha ömlik az eső, tombol a vihar, eljön az ár, házuk összeomlik, mert nem az örök sziklára, a fő szegletkőre, Krisztus Jézusra alapozták.